Járművekre kötelező a biztosítás, abból fogy a legtöbb. 4,5 millióan kötnek kötelező felelősségbiztosítást gépjárművekre. 810-820 ezer embernek van kaszkója, leginkább azoknak, akik hitelre vették autójukat, és ahhoz kötelező volt kaszkót kötni, ám ha az lejár, sokan felmondják a kaszkót. Az elmúlt fél évben szinte duplájára nőtt a lakáseladások száma. A frissen vásárolt lakóingatlanokra kötelező a biztosítás, ezért is megkötik a tulajdonosok, sokszor kombinálva valamilyen értéktájra vonatkozó védelemmel. Egyébként itthon az ingatlanok mintegy 73%-a biztosított, ez uniós szinten is magas aránynak számít. Ugyanakkor az alkuszok adatbázisából az is látszik, hogy inkább a kötelező biztosításokat kötik az emberek. Ami a kötelező biztosítás, hát az autóra és a házra, ez nálunk kötelező. Ez a kettő, úgyhogy így ilyen, hogy életbiztosítás, ilyesmi, nem igényeljük mi, tehát nem nincs a mi. Az életbiztosítást egyes nyugat-európai országokban fontosabbnak tartják, mint az ingóságokét. Nálunk nincs akkora kultúrája annak, hogy biztosítsuk magunkat, mint ahogyan a megtakarítás célú, öngondoskodásra szánt biztosításoknak sincs itthon divatja. Túl drágának tartják azokat. Még nem gondolkodunk ebben. Egyaz, még fiatalok vagyunk, igaz, hogy hamar telik az idő, de a mai világban úgy gondolom, hogy nem, még nem, nincs rá lehetőség. Ezek a biztosítások nem olcsók, viszont széles kínálatból lehet választani. Vannak már olyan opciók, mint például az önkéntes nyugdíjpénztár vagy magánnyugdíjbiztosítás, amit ugye adójóváírásként visszaigényelhet az ügyfél. Ebben célszerű gondolkodniuk, hiszen ha van megfelelő személyi jövedelemadó, akkor itt jelentős összeget tudnak még a nyereségen kívül is produkálni. Az ügyfelek még mindig a díjakban gondolkodnak egy biztosításnál, nem teszik hozzá, hogy milyen szolgáltatások vannak mögötte és mennyit fizet a biztosító egy káreseménynél, mondják a szakemberek, akik azt sem értik, hogy itthon a kis és közepes vállalkozások miért odázzák el a biztosításokat, holott a KKV-knál fontos lenne a kockázatviselés megléte. Biztosítási díjakon próbálnak meg spórolni. Viszont akárhogy hitelt vesznek fel magára az épületre, vagy magára a gépekre, amivel ugye elindul a vállalkozás, ezekhez kötelező a biztosításnak a megléte. Ezeket ugye kénytelenek megtenni, viszont ilyenkor mindig felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy célszerű megúvni, mondjuk a munkavállalóknak a biztonsága is nagyon fontos, és célszerű ugye azt is, hogy az ingatlanban, ha bármi történik, vagy a gépekben, amivel dolgoznak, akkor meglegyen a megfelelő biztosítási védelem, és ne saját pénztárcából kelljen ezeket pótolni. Hitelekhez köthető biztosításokat is egyre többen kötnek, amelyel egy tartós táppénz vagy az állás elvesztése esetén a bank felé biztosítja be magát az ügyfél.